nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a tekelcs és tekintet. Én Nagy Pászabolcs vagyok. Én pedig Szűnyi László Gyula. A Truman show fogunk beszélgetni. Peter Ware, 1990. Kutya nehéz úgy hazudni, ha az ember nem ösmeri az igazságot. Két első mondatom is van, az egyik így hangzik. Élt egyszer egy ember, akinek megvolt mindene. Otthon, feleség, munka, létbiztonság de neki ez sem volt elég. El akart hajózni a messzi Fiji szigetére. Másik első mondat. Egy igaz ember kideríti, hogy az életében semmi sem az, aminek látszik. Föllázat hát a teremtője ellen. Ajaj. Uram, <Szoros> te megvizsgálsz engem, Miért nem kezdjük a 139. Zsoltár néhány mondatával, Vándor? Hát akkor kezdjünk azzal. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, hogy ülöke vagy állok. Gondolataimat látod messziről. Látsz, ha megyek vagy pihenek. Minden után világos előtted. A szó még nincs nyelvemen, s lám az úr már tud mindent. Előről és hátulról közrefogsz, s a kezed fölöttem tartod. Csodálatos ezt tudnom, olyan magas, hogy meg sem értem. Ez a Zsoltár szöveg ihlette az alkotókat? Úgy tűnik, hogy igen, illetve elő is kerül a filmben a szám is, hogy 139-es, meg parafrazeálják, tehát szabadon idézik. Szabolcs, neked ez ott van a top 100 filmet között? Megmondom őszintén, hogy szerintem ez nem egy film, ez egy filozófiai gondolatmenet. Uh -huh. Tehát ha összesültöd a művészfilmekkel, amelyekért uh -huh. én rajongok, mondjuk az országúton Fellinitől, miért nem csinálunk egyszer egy műsort arról? Na, legyen így. A, a, tehát, hogy ez, ez a művészet eszközeivel nem, nem él annyira. Ez egy fantasztikus ötlet. Kikerültem a kérdést, mint film nincs ott. Jó, nem baj. Neked? Ö, jó lesz róla beszélgetni. <síns> Nagyon. Fantasztikus és nagyon sok embernek viszont ott van. Az IMDB listáján szerintem most a 167. helyen áll. A magyar nézők is, a kritikusabb nézők is szeretik, mert, mert gondolatébresztő, aktuális, egyre aktuálisabb. És egyébként, ha az ember másodszorra nézi, először fél, hogy unni fogja, mert hogy az gyakorlatilag a tizedik perctől már az első alkalommal is akár unhatnánk, de olyan szépen van végig víve az egész, de hogy akkor jelennek meg, akkor jönnek elő az allegorikus jelent, Például, amikor a lány arcát összevágdosa és összerakja az újságokból, arról még beszéljünk. Esetleg még jók lettek volna ilyen szándékos, gúvszerű hibák, hogy mondjuk amikor nézzük másodszor, a harmadszor, akkor észrevesszük a háttérben mondjuk a statisztikákat vagy egy kamerát. Ez, ez egy picit hiányoltam. Talán, amikor a lámpa leesik fentről, akkor hirtelen kinyílik egy ajtó messze, és akkor ott érezzük, hogy valami zavar van a rendszerben. És jó mondod, azért vannak ilyen jelenetek, amikor Jobbra vetődik az árnyék, vágás, jobbra vetődik az árnyék, de ez se hiba. De ezeket te vetted észre, vagy valaki mondta? Mind a kettő. Jó, ez fontos, fontos. Ha már említetted a lámpa leesését, melyik filmben van az, kedves Vándor, amikor egy idegen civilizációból érkezik egy idegen tárgy, és ezt körülállják bármilyen. Ó, egy évszámmal kezdődik a film, van. Akkor tudom. Ugye? Tehát az űrodüsszejára, 2001 űrodüsszejára utal ez a jelenet, mert így kezdődik a film, Szílusz. hogy egy lehúppan egy világító lámpa szegény Jim Carrey elé. Dehogy azzal kezdődik. Egy lenon szenveges, fekete sapkás úriember, bizonyos Christoph mond nagyon fontos állításokat, vagy legalábbis vallomásokat. Nagyon meguntuk már a színészek mímelt érzelmeit nézni stb. stb. És akkor innentől kezdve már-már már kezdjük azt gondolni, hogy ez egy dokumentumfilm, nem? Főleg amikor Jim Carrey belenézi így a tükörbe, és mondja, hogy én nem bírom már, nem kell tovább menniük, és ahogy, nem tudom, nézted a, a szereplőknek a nevét az elején? Igen, az elején hamisan játszatja be, mert olyan, mintha vagy maga a show-nak a stáblistája. Iszonyatosan átvertek bennünket, és innentől kezdve már mi is ebben a valóságsóban vagyunk. Még egy nagyon fontos kérdésem az elején, hogy ott kihez beszél a tükörbe Truman? Szerintem a nagy magány rögtön rögtönözte egyébként a Kerry, Aha. csomó mindent rögtönzött, és az, azok közül válogattak. Mert később is van egy tükör jelenet, amikor így fölrajzol a szappannal a tükörre, azt is ő találta ki. Noha a rendező hívta őt, de nagyon hívta, és várt miatta. Ugyanakkor nagyon ilyen házsártosan indult a közös munka, de aztán amikor meg elkezdett imprózni, akkor viszont beleszeretett a rendező, és onnantól kezdve világos volt, hogy ők nagyon jól együtt fognak majd működni. Hát, igen, aztán Jim Carrey életkoráról is akarok majd egy kicsit beszélni, de előtte az, hogy hogyan hirdették, mert mi, én, vagy én talán én az akkor egy is, első mondatomban... Nincs esélyed, de te... Tehát egy nagy poénra épül a film, amit most lelövünk, most kell leállítani ugye a rádióadást, megnézni a filmet és utána folytatni. az anya mélytől elkezdve neki egy valóságsót rendeznek be, amiről ő nem tud minden művi szegény ember körül, és hát egy nagy ilyen tervező, designer, rendező, kreátor, elme, televízionárius, Krisztof álmodja köré ezt a világot. Tehát tulajdonképpen önbecsapásban él. Na most az a kérdés, hogy ezt mikor árulja el nekünk a film, és a másik kérdés pedig, hogy hogyan hirdessék a mozik nézőknek ezt a filmet, hogy elmenjenek megnézni. Én úgy tudom, hogy olyan jeleneteket is bevágtak a trélerbe amik nem kerültek a filmbe. Ez így van, ez is varázsatos egyébként, hogy hihetetlen nagy anyagot leforgattak. Hát végül is egy teljes életből sok anyag készül. Az ő életéből is, meg körülötte, amit említettem, egy dokumentum, vagy áldokumentum, mokumentum film, a ilyen gúny dokumentum abból is leforgattak egy csomó mindent. Na, és úgy hirdették, hogy lelőtték a poént. A trélerben le van lőve az a poén, hogy ő egy művi világban él. miközben... Akkor, akkor ne is nézzük meg, vagy esetleg ébredjünk rá erre-arra. Van olyan film egyébként, amit most nem mondhatunk be így a mikrofonban, mert akkor azt már innentől kezdve... Magyar film. Is, de szinetáréknak is van egy zseniális magyar filmje, Aha. ha arra gondolsz, nem biztos. Nem, nem arra. Én egy kínai témájú történelmi dokumentumfilmnek gondolom. Truman Burbanknek hívják, a, ugye egy, Truman, egy, igaz ember. Az vagy, oxymoron. A, azt jól mondod, igen. Mert hogy Burbankben van a, a stúdió, az a nem, a... de már a true man is oxymoron, tehát ez nem létező kategória. de Bárhogy vajon iga, arra utal, hogy igaz, ember nem. egy nagyon jó ember, de a, arra is utal, hogy a, hát a valósággal hadilában áll, legalábbis hadilában állatják a valóságot ő. Most nyilván a neve, nevét nem ő adta önmagának, és akkor innentől kezdve engem a való világ névre emlékeztet, vagy a német demokratikus köztársaságra, tehát hogy valami pont a homlok egyenest ellenkezik. Igen, ugye itt Gábor mondja, hogy a szocialista képző, illetve jelző, az egy fosztóképző. Igen. Hát minden, ami szo szocialista demokrácia, ez a nem demokrácia. Na most ő szórakoztatás szempontjából, a színészekhez képest tényleg true man, de saját élete szempontjából hát kevésbé. Ugye milyen figura ez? Egyébként kérdésem, de ez öt perc múlva is kérdésem lesz meg. Mi különbek vagyunk-e, mint ő? Mi igazi. Trómenek vagyunk-e? Hát igen, oké, de Krisztofok vagyunk. Mi szabadok néha. vagyunk? Mi el tudnánk utazni Fidzsire? És ha nem, akkor miért nem? Vagy már elutaztunk? Ah, és visszatértünk Bonnét? A Platón barlangasvallata. Jó. Na, hát akkor viszont ide kanyarintanám a dolgot, mert egyrészt akkor kihez beszélt Truman, ugye tükör előtt, és hogy tényleg ennyire magányosak vagyunk, és ezen gondolkoztam, hogy ugye az emberi gondolatoknak, érzéseknek, akaratoknak különböző szintjei, területei vannak, ugye intim zóna, személyes nyilvános, és az intim az a miénk, az, az azt megosztjuk a szerelmünkkel, a jóistennel, és mást oda nem engedünk be, és ugye szempontból így alapból el van árulva, mert hogy ezt a legmagányosabb, legszemélyesebb titkait kapják meg a nézők, a nagyon széles nyilvánosság. Igen, de, de ő ezt nem tudja. Ő ezt nem tudja, a... tehát akkor igazából semmi probléma. De mi az, amit tud? Szerintem az, az tudja, vagy az látszik rajta, hogy ő nem boldog, vagy hogy boldog is, meg nem is. Vagy valami, van valami nagy űr az életében, és noha látszólag mindene megvan, de valahogy valódi élményekre szomjazik. És de, a... de, de azt hittem, hogy boldog, tehát neki azért Egyébként én nem tudom, hogy őt választottam volna ki. Jó, hát még pici volt, vagy ő, őt, őt, nevet, őt csecsemő, de nem akar gyermek közül választani. Miért ügynökké, tehát miért egy biztosítási ügynökké nevelni? sokkal izgalmasabb munkaköröket meg lehetett volna célozni. Szerintem, ha valaki BKV ellenőr, már önmagában sokkal izgalmas lenne egy valóság show szempontjából. Az biztos, hogy vicces karakter, vagy legalábbis van egy ilyen bugyuta, vigyor, egy ilyen teszetosza mozdulatsorral. Igen, bár ez a biztonság, ez allegórikus, tehát itt a fő érték az a biztonság. Az a, ebben a városban és az ő életében, a létbiztonság. Tehát neki mindene megvan, semmire sincs gondja, és még a barátnőt is biztosítják neki, sőt, hát felesége is van. És hát annyira boldog, hogy tényleg a föld túlsó felén szeretne élni, amit azt hiszem, hogy elnéz, valami ilyesmit fejtettél meg, amikor megpörgetted a kis hát hangzik a filmben, hogy a Fiji van a föld túlsó oldalán, de nem. már visszafele jön az ember, de nem, valószínűleg a, az indiai óceán közepe van a föld Na most ott van a Kristóf, akit lehet, hogy inkább Antikristófnak kellene Hát igen, szorítani. vagy Off Christ, tehát ah. ilyen ah. ellen Krisztus. Aha, tehát ő Istent játszik, ugye? Yeah. De... Vagy Lucifert játszik, Vag Lucifert. igen, ez egy kérdés. Aha. Igen. De hát, ha konspirációs teoretikusként nézem, akkor ő a mindent látó szem, megvalósítva az új világrendet, legalábbis azon a területen. Hát igen, ugye az Omnikon feliratot látjuk egyszer a filmben, hmm. és az, a, az Istennek négy alaptulajdonságára utal: hogy minden tudó, mindenható, mindenütt jelenlévő, és minden módon jó akaratú. Na most a négy közül hárommal rendelkezik Krisztof is, a jó akaratusággal nem. Tehát a film végén az tör a teremtményének, vagy legalábbis kockára teszi az életét. Azért említsük meg, hogy hol él ez a Krisztóf? A kupolában, hát legalábbis onnan for, hát szerintem ott is él, mert földbolygón él egy kupola tetején, szerintem ott, a... mert ott ilyen testedzéseket folytat, nem, meg zenét Van olyan értelmezés, hogy az a hold, vagy nem tudom mi, vagy szóval nem, nem is a föld, de jó, oké, okay, akkor ezt így... így de hát mutatják a földgolyót, meg mondják, hogy a földről a kínai falon kívül csak ez látszik. Nem, amit... a holdról csak ez meg a kínai nagy fal látszik. Ezt a holdasat nem hallottam, de az biztos, hogy a forgatás során se Jim Carrey nem találkozott Ed se a filmben nem találkozik Christoph Truben, tehát ők nem ismerik egymást. A... is ez így korrekt. Ez igen. Aztán ott van a feleség, aki az elején közé nincs különbség magánélet és közélet között, ami megint egy jó kis beszélgetést indíthatna. <laughs> Meg de az is és... elhangzik, hogy Krisztóf nagyon tiszteli a saját magánéletét, de ezek szerint a Truman magánéletét annyira nem tiszteli. De ez milyen érdekes, <laughs> ezen gondolkoztam, hogy a, a egy nagyon fontos korszaka volt, hogy Szétválasztják egymástól az egyházat meg a világi hatalmat, és erre egy olyan világba csöppentünk, ahol ez nincs szétválasztva, illetve azért furcsán hibrid dolgokat tudnak megteremteni. A politikusok mondjuk használják időnként a magánéletüket egy-egy fotóval, de azért figyelnek arra. Ugyanakkor a kisember viszont időnként szeretne így a közéletben benne lenni, és ennek mondjuk tere a különböző közösségi oldal, Tényleg milyen érdekes lett volna, most itt azt hogyha ilyen vallási kérdéseket is úgy behoznak, hogy van-e a Trumannak egy vallása, tehát mondjuk jár templomba. Én nem nagyon láttam templomot, ez egy, ez egy létező kisváros. De azon kisvárosban Ütödőhely. egyébként van egy nagyon jó pofa templom. Ugye ez Florida észak-nyugati kapujában található, már nem is a félszigeten, és egy építészeknek kötelező ezért az a film, mert úgy tudom, hogy 1979-ben alapították ezt a kisvárost. Igen, egy ilyen tervezett hely. És akkor ez a tökéletes kisvárosnak egyik oldal szimbóluma. De én végig, én sokat gondolkoztam, hogy ezt én élnék itt, vagy nem élnék itt. Tehát van benne valami jópofaság, meg valami egységesség, de ugyanakkor, ha nem is unalmas, de, de azért hát túlsterül. És, és itt nagyon érdekes, hogy az ilyen neotradicionális építészetnek az egyik példája, különféle sztár építészeket hívták oda, nem fogom a nevüket felsorolni, mert föl tudnám, de nem fogom, és hogy az is ki volt kötve, amikor ezt tervezték, hogy egy építész maximum 12 épületet húzhat föl. Én a, hí a hírverés gondolatot még befejezném. Tehát azt kell eldönteni a film alkotóknak, hogy e, mikor árulják el, és ők úgy döntöttek, e, a nagy csavart. Tehát egy csavart nem szokás elárulni, mm. de itt már magában a, a, a reklámodásában is el volt árulva, ami megint szépen mutatja, hogy a pénzügyi szempontok mennyire felülkerekednek a művészin. Végül is ez az egyik témája a filmnek. És, a, e, és magában, amikor elkezdődik a film, akkor is ilyen bevágott jelenetek vannak Krisztofról. Én azért még élveztem volna, vagy az én alkotó ízlésembe inkább a tizedik percbe kellett volna elárulni, mert hogy ez nem még az is lehet volna még tépelődni, volna. Hogy most ez őrült, vagy miért gondolja, hogy Aha. megfigyelik? Neki van még ilyesmi filmje, ahol, ahol így bizonytalanságban vagyunk, mint ahogy itt nem. Aztán én még mindig a film elején járok, ne haragudj, ha meghalnék a hegycsúcs előtt, használjanak fel táplálékforrásnak. De hát ő nem is élt a hegycsúcs előtt, ő csak utána élhet. Tényleg szabít -e a hegycsúcs előtt, vagy a hegycsúcs után tartasz? De a hegycsúcson. Na mindegy, ez egy De ez önmagában. Egy hegycsúcs. Nem tudom, egy allegorikus, vagy egy bármilyen szimbolikus hegycsúcs a film elején mondja. És így eszembe a Felmár Andrásról készült annó egy film, Van-e élet, vagy van élet a halál előtt. Zárójel, ugyanezzel a címmel egy nagyon ügyes magyar motivációs tanácsadó kiadott egy könyvet 15 évvel később. Ez egy fontos kérdés, hogy mi elértük-e a hegycsúcsot, vagy mi is csak táplálékforrások vagyunk mondjuk a politikái, médiái, gazdasági vagy mindenféle rendszereké, kényszereinké, vágyainké, szorongásainké. Az ember némelyik filmnél azt érzi, hogy túl hosszú. Ennél a filmnél szerintem Igen. sokan azt éreztük, hogy túl rövid. Nagyon érdekelt volna még bennünket egy csomó etikai kérdés, egy csomó hát mellékszál, de nem is biztos, hogy mellékszálnak a kifejtése. Például a legvégén a stáblistát figyelted, figyelted? De persze, Oké. Okay. nagyon. <laughs> Akkor ott azt mondja, hogy amikor felsorolja a színészeket, három különböző világba rendezi őket. Aha, aha. És a Truman világa, a Krisztof világa és a nézők világa. Így rendezi őket. És minket érdekelt volna a, egy kicsit a nézők világa is, beszéljünk egy pillanatra majd arról, de hát a Krisztof világa, a, a stábkészítők világa, amiben a színészek világa is beletartozik talán, mert hogy különösen a legjobb barát, illetve a feleség életszerepe a számos etikai kérdést vet föl. Jó, hát nem tudom, a feleségre mondható, hogy prostituált. Ez egy, ez jó, hát ez a nagy kérdés. Bocsánat, a film hát, hát ugye lebegteti azt, hogy ők fél feleség, és hogy ők beteljesítik-e a házasságukat. ha nem is a szerelmünk. Ez szép nő, és nagyon... Ja, igen, hát ő egy Jó kettős játszik. színészkedést játszik, igen. tehát ő egy, egy olyan színésznőt játszik, aki eljátsza a feleséget. Ja, az eredeti változatban, mert a, a Nikolnak, Andrew Nikolnak volt, aki a Gattaca szerzője egyébként, volt egy ilyen sötét eredeti változata, és abban nyilvánvaló volt, hogy ők házas életet élnek. Nagyon helyesen, elvileg, ugye erre hmm. találták ki a házasságot, hogy éljék, férj és feleség és a a, a a filmben viszont nem történik erre utalás de 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 de, de. Na mond Hát amikor a rendőrök, vagy biztonsági őrök csalódottan veszik tudomásul, hogy most, ja, most se fogják látni. Hát most se fogják látni. Tehát de te hogy... valami van, valami. <GGZ> <Há laughs>. Igen, <mert> a, úgy, mint egyébként. Ja, igen, a Big Brother az egy Linnyel. évvel ezután indul. Ezt a tíz legprófétaibb szifinek tartják. Na most abban a formátumban, e, ugye való világ e, szó is elhangzott, vagy szókapcsolat, tehát abban van egy ilyen utóműsor, amikor arról beszélnek, hogy mi történt, és ott ott szoktak ilyen hát illetlen jelenetek is bekerülni, mert mi arra is kíváncsiak vagyunk. Igen. De még a barátról de... kéne szólni. De szóma... bárjá, de, és akkor fölmerül, hogy hát prostituálódik el a, a színésznő. Mert így, hát akkor arról van szó, hogy ő nem szereti ezt a férfit, el kell játszani a feleségét. Az a szerepnek a része, mégiscsak ott van a legjobb barát. A Marlon. Végül Jézusnak is volt egy júdása, de ennek a főhősnek mindenki júdása, nem? <laughs> Jó, mondtad, igen. Kivéve ez egy a... hölgyet. Így van. Aki ilyen pozitív júdás, tehát ugye, hogy a műsort kö köpi be. Igen, a Trumannek. Közli vele ez a barátja, nagyszerű munkád van, irodai állás. Ölni tudnék érte. Szerintem mindannyian egy ilyen barátot szeretnénk, aki így bíztat bennünket. Hát igen, merül ilyen bolti árufeltöltő, és látszik, hogy van egy jelent, amikor pakolgat és akkor vágás, és <laughs> eddig jobbra balra pakoltam, most balról jobbra. Tehát látszik, hogy ez nem egy igazi munka, amit csinál, csak az vele. Igen. Nekem azért tetszett uh, Noah Emery -nek a játéka, Le lehet, hogy nem ejtettem ki jól. Tökéletesen ejtettem. Szuper, mert hogy a tekintetében van valami szégyenszerű. Ezt... Mindenkinek van egy háttértörténet, egy 600 Igen. oldalas ilyen, hát ilyen háttérregényt írt Aha. össze a rendező, és én, és én sokat gondolkodom azóta, hogy ez a sötét változat-e a jobb. Szerintem egyébként igen. Uh -huh. Mindenesetre ott ő, ő neki drog problémái vannak, bűntudattal uh -huh. küzd. Van egy jelenet, amikor szökik a Truman, ő észreveszi, de tovább engedi. Uh -huh. Tehát van egy ilyen baráti, és, és, és nyilvánvaló, hogy törődik vele. Ami hele. 16 változata volt a forgatókönyvnek, amit olvastam. És efele szorították, hogy ilyen világosabb legyen. Itt megint előjön egy téma, az a vígjáték. A... De még előtte azért lehetett igen. volna arról beszélni, hogy tempus arguit amicum. De mindegy, engem a besugókra emlékeztetett, igen. ahogy a Szabó István jelentett Jancsó Miklósról. Nem, tehát, hogy nagyon sok ilyen történetet mondhatnánk. Igen, ki kell hozni a Trumanból ilyen produkciót. És, és még az áruláshoz az Eszterházi Péternek javított kiadása jutott eszembe. Hogy ott, amikor az édesapádról... de igen, az alaphelyzet nagyon mély. Igen, tehát amikor édesapádról kiderül, hogy nem az, akinek kiadta magát, még Mi... ha őt nem is árultál, Miután a... írtál egy 500 oldalas regényt az édesapádról, és tegekbe magasztalod, mint történelmi szereplőt. Igen. A végjáték. Jó. A Jim Carrey vígjátéki kategóriában nyer Golden Globe-ot, és ez egy nagy... Jó, érté, de ez ez egy ezt Nem, játé... nem és csak e... Jim Carrey az életművért kapta. Jim Carrey egy botrányos életművű színész. Tehát ha megnézzük, hogy milyen filmekben játszott a Mindörökké Batman, 23-as szám, Grinch, Kábelbarát, barát, nem érdemel jobbat, ne haragudj, ez, ez a... nem hozza ki ebből. Az Éberték uh -huh. az Észventúra után leírták, hogy soha nem nem lesz nagy színész ebből a csávóból, és ezután a film után nyilvánosan bocsánatot kérnek tőle, mert hogy itt drámai színészként lép végre elég, és az eredeti sötét változatban képzeld ilyenek voltak, ez nem egy biztonságos uh -huh. város volt, hanem ilyen megerőszakolási jelenet, áll megerőszakolási jelenet volt, uh -huh. amiben ő nem avatkozott közbe alkohol problémái voltak, és az a jelenet a feleségével, amikor erőszakosan agresszívan lép föl, az sokkal durvább volt. Uh -huh. Jó, és akkor van nekünk még egy szerelmünk a Szilvia, ugye? <laughs> Viszont tényleg bele szerettünk ebbe? Igen. 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 Annak ellenére, hogy Szilvia. De mi lett velük egyébként? Ezután, először is az egyik felvetésem az, hogy mindenki rabít, csak a többiek szabad akaratú. Azért ők hazamehetnek. Sőt, az eredeti dokumentumfilmes részletekben uh -huh. ilyen riportok voltak velük, hogy ők, hát van egy családjuk, meg barátaik, tehát mit csinálnak a. A filmben van egy utalás, hogy egy hónapra az iskolából kimarad a barátja. Hát lehet, aha. hogy ez egy összeomlás, vagy nem. Aha, tudom. Aha. Jó, de azért annyira szabadon lehet, hogy nem tudnak változtatni. Aztán ki tudja. Akkor utána valaki azt írja az egyik kommenterő, hogy a végén meg kellett volna halnia. És, akkor itt, és nem hal meg, kérdezem, de akkor vértelmezzük már a végét. Jó, én szerintem, ha ő, ha Truman belegondol abba, hogy nem csak évtizedeken keresztül átverte őt egy pár ember, de nincs is, de nem csak átverték, de nincsenek. Nincs felesége, nincs legjobb barátja, nem nincs anyja, semmihez. nem ért semmihez. Azt, hogy a bankszámlája az valószínűleg fikció és egyetlen egy igazi kapcsolata sincs, és innentől kezdve emléke sincs, hát ebbe ő bele fog halni. Mint amikor valaki teljesen lenullázódik. Az eredeti változatban kimegy az ajtón, találkozik a teremtőjével Krisztoffal, elkezdi folytogatni, lefogják őt, és utána pedig Szilviának a karjaiba omli. Hát ez egy hollywoodi gics, valljuk be. A mostani befejezés az nagyon jó. Különösen, hogy ott sötét van, tehát amikor kilép, és azzal ér véget a film, az ajtón, akkor ott mögötte sötét van. Egy dolgot én is még behoznék, az az életkora. Jó, jó. jó. A Jim Carrey... Én nagyon sok Jim... mindent behoznék, de legyen igen. az életkora. A Jim Carrey-re várt, várt ez a rendező, és a Jim Carrey ekkor már 30 éves. A film eredetileg egy 18 éves emberre volt írva. Ez a történet, ez egy felnővés történet, ez annak a történet, hogy hogyan válik igazi férfivé, igazi emberé Truman, az ember a 18 éves korában, amikor levetkezi a szülei által Jó, valóságot. azért. Én rajtam ne haragudj, de 18 évesen nem volt ilyen piros póló, meg ilyen kockás rövid. De még meg ahogy, ahogy a, a, azt a dobozt előveszi, ő egy 7 éves gyerek legfeljebb. Hát én mesterségesen de... ott tartottak, de nem, na, de 30 jó. évesen meg egy ilyen életközepi válságként, vagy kicsit korai élet harmadi válságként van ábra a figyel, ami nem ez, tehát de... pszichológiailag az nem erről szó. Még azt is mondanám, hogy egy életközepi válság is lehet egy felnövés történet, amikor az ember hirtelen rájön, hogy lehet, opa, csak ott nem ezek a kérdések. Az lehet, így van. Tehát tényleg van egy ilyen pszichoanalitikus értelmezés, és hogy a feleség akkor igazából nem csak árulója, de az anyja, vagyis az anyja az meg a pszichológus. Mindegy, szóval, és akkor az Ed Harris, az kicsoda már, mint ez a Kristóf ebből a, ebből a, szempontból. Akkor ő az apja? És ő föllázad az édesapja ellen? Hát ebben igen, a pszichológikus olvasatban igen. Van egy ilyen, lett egy ilyen Truman Show kényszerképzet, Jú, vagy fontos. téveszme uh -huh. nevű betegség, még nincs teljesen elismerve a pszichológiailag, de már cikkeznek róla, hogy Truman szindrómának is nevezik, mert hogy vannak ilyen, hát ápoltak, vagy nem tudom, páciensek, az egyik ők fölmászott a szabadságszobor tetejére, hogy majd ott találkozik a gimnáziumi szerelmével. Tehát az az ember, aki azt képzeli, hogy megfigyelik őt. Melyikünk nem képzelt ezt Én ismerek embert, aki abszolút még mindig azt gondolja. Paranoiás ismerősöknek nem ajánljuk ezt a filmet. Volt, aki azt mondta, hogy a, nem csak a paradicsomnak az elhagyása, de ez a Matrix világból való kilépés is előjöhet, és arra is gondolhatunk. Az egyik nagy kedvencem, Igen. amikor a lánynak az arcát kivágja és összerakja az újságokból, és ez engem arra emlékeztet, nagyon sok fiú ismerőst ismerek, vagy lány ismerőst, akik fogták magukat, és akkor listákat vezetnek arról, hogy milyen jövőn terveznek, szeretnének maguknak, legyen játékos, gondoskodó, otthonteremtő. Szerintem ez egy gyönyörű jelenet. A másik, amit még így kiemelnék, de aztán kiderült, hogy ez nem csak nekem jutott eszembe, hanem a bizony a kritikusoknak is, mégpedig az angol királyi család, főleg most, hogy ment egy sorozat Igen. róluk Herceg, valahol, hogy ők is egy ilyen kirakat világban élnek, és például az angol királyi család és parádzik, tagjai, van, Lesi és hogy semennyire sem nagyobb a szabadságuk, mint nekem. Én ha szeretnék, oké, okay, hogy van ez a járvány, de hogy én egy hónap múlva elmehetek Velence városába, az angol királyi család tagjai nem biztos. És maga Jim Carrey is átéli ezt, mint színész. Egy, így van. Egyébként ez őt mindenképpen stimulálta a forgatás során. De hogy... Ö... Itt az angol királyi családnál, itt is volt, aki kiszökött ebből, az ifjú Henry, ha jól tudom, a amerikai feleségével. Igen. Unus pro omnibus, omnis pro uno, ez az a fölirata az egyik ilyen gyárkapunak, vagy városkapunak, mindenki egy ilyet, kap mindenki azért az egy emberért fog össze, és De... az az egy ember tartja el, hogy ez a világ legsikeresebb, Aha. többszörös MD nyertes valóságsója, azt a rengeteg embert. Még mindenképpen beszélhetnénk arra, hogy kik nézik ezt a Truman show -t. És Én mit tudnak? Ők vajon tudják, hogy, a, hogy, nem tudja a Truman? Én ezen gondolkodtam. Uh -huh. De mindenki nézi, kádból, meg biztonsági őrök. Másik, ami még, hogy amikor Facebookozunk, meg Instázunk, meg nem tudom, mit Twitterelünk, akkor mi magunk is ezt csináljuk, csak mi magunk valóság sósítjuk, vagy valóság savasítjuk saját életünket. Mi se vagyunk jobbak, nem? Még a kairoszt el lehetett volna mondani, és kéne idei záró mondat, Szabolcs. A termékelhelyezésekről se beszéltünk, viszont zárjuk a 139. Zsoltárral. Hová futhatnék lelked elől, hová menekülhetnék színed elől, ha felszállnék az égig, ott vagy, ha az alvilágban tanyáznék, ott is jelen vagy. Peter Ver Truman Show című 1998-as filméről beszélgettünk. Ez volt a tekercsés tekintet, én Nagy Pál Szabolcs vagyok. Én pedig Sz